Itt vagyunk ennek a csodálatos kegyhelynek a másik bejáratánál. Ebben a sarokban a kegytárgyboltban van két Erzsébet várja a látogatókat, és hát számtalan különlegesség, ami csak erre a kegyhelyre jellemző. Szép jó napot kívánok, mit látható, itt miket vásárolhatnak meg az idebetévedő. Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntök mindenkit a, Bakonyi a Vértes kapujában. A Bodajki Segítő Szűz Mária Kegyhely Zarándok udvarán található kegytár és ajándékboltban. Április 21-én nyitottuk meg üzletünket. A Spányi Antal megyés püspök úr április 28-án megáldotta az üzletünket ünnepélyes keretek között. Akkor jól gondolom, hogy ez az idei év óta várja csak itt a látogatókat? Igen, sokak örömére, mert nagyon sokan keresnek fel bennünket. Lehetnek zarándokok is, de akár olyan emberek, akik ajándékot szeretnének vásárolni, és visszajelzések alapján mondhatjuk azt, hogy sokan megtalálták itt azt, amit nagyon szerettek volna. És sokan jönnek mindenféle csak a kegytárgyból, hogy mi a tiéd? Igen, elsősorban ugye az arándokok keresnek fel bennünket, évente 10-15 ezer emberről is beszélhetünk, de családok összejövetelek alkalmából is, akár keresztelő, bérmálás, születésnap, névnap alkalmából is megtalálnak bennünket, hiszen olyan termékeket értékesítünk, én úgy gondolom, hogy nagyon sok ember megtalálja azt, amire igénye van. És mik azok, amik itt találhatók? Másik Erzsébetet kérdezem erről már. Vannak püspök is kaptuk. Nem kifejezetten egy tárgy, igaz? Nem csak egy tárgy, így van a helyi, helyi termékeket, a kézműves termékeket árulunk, akik itt szorgoskodnak és megtaláltak minket itt, itt értékesítjük. És például, hogyha azért kezdjük itt az elején, ahol még a tárgyakról van szó. Hát a tárgyakról beszélhetünk, hogy elsősorban a, a keresztekről, ahol szerintem minden katolikus családban ott kell, hogy legyen, akár egy kis polcon, akár a falon felfüggesztve. Nagyon sok olyan terméket árulunk, ahol megtalálható a szűzanyag kegyképe is. Gondolhatok itt elsősorban a nagyon szép hűtőmágnesről, nagyon sok a kedvence, de akár a kegyoltárról is. Imádságos kis mágneseink is vannak, amit nagyon szeretnek a szülők, nagyszülők gyermekeknek ajándékozni. Kerámiából mástikusú típusú hűtőmágneseink is vannak. Én azt gondolom, elég szélesabb spaletta ahhoz, hogy mindenki megtalálja azt, amit pénztárcája, illetve igénye. Kívánja, hogy melyiket szeretné megvásárolni. Gyártyákat is forgalmazunk igazából, ez is a saját termékkör kategóriába tartozik. Különböző feliratokkal láttuk el, ugye elsősorban a szűzanya, a, a kép, ami a legfontosabb számunkra, de különböző gondolatokat is vannak a gyertyán. ami én úgy gondolom, hogy nagyon kedves a, a vásárlók számára. De nem csak a nagyobb hasáb, hanem a kisebb. Gyertjánkat is forgalmazzuk, amin a szűzanyag egy kép látható. És akkor, hogyha itt haladunk tovább, ugye ima füzetek találhatók, és hát rózsafüzérek, de még ahogy elnézzük, itt pólókat is láthatunk, és akkor most érünk ide a, a, azokhoz a termékekhez, ami ugye a helyi, helyi értéket képviseli. Mik is ezek? Hát vannak szörpjeink, két beszállítótól van a, a székesvélvári és egy... Agárdi, akkor vannak kerámiáink, kétféle olyan szakrális és az ajándéktárgyakban, amit értékesítünk, faplaketteket, ami ugye szép idézetekkel vannak ellátva, aztán... És hát itt, a, a, van. És hát itt van, igen, amit emlegettünk az előbb, ugye a, a egyház Egyházmegyének söre is van. Így van, a sör, a borok, a, a saját boraink amit nagyon kedvelnek az ide látogató zarándokok. És hát itt van velünk azért Tamás atya is, aki egyfajta, nem tudom mennyire illő ide ez a szó, de menedzsere ennek az egész helynek. Igazából te vagy a szíve, lelke, motorja, ezt a nézők már tapasztalhatták a korábbiakban is, de gondolom a kettárgy volt létrehozásában is sok szereped van. Közösen gondoltuk ki, hogy szükség lesz egy ilyen pontra az Alántok udvaron, hogy az ideérkezőknek mindig legyen egy fogadás, egy nyitott bolt, ahol a mosdó lehetőséget is tudjuk biztosítani, és a saját termékeinkkel egy kicsit haza tudnak bennünket vinni, olyan termékekkel, amelyet hazavíve bodajkot otthonukba láthatják. És valóban azt tapasztaljuk, hogy az emberek örülnek, hogy itt a két kiváló kolléganővel tudnak egy pár szót beszélni, vagy éppen a vendégkönyvünkbe írnak be egy pár sort most már hála jó Istennek a beírások a kegy, kegyhelyről, és az ideérkezők hálás köszönet talán mindegyik írásban megtalálható, és valóban azt érezzük, hogy ö, próbáljuk az ideérkezőket úgy szolgálni, és úgy kiszolgálni a szó jó értelmében, hogy, hogy de ők is jó érezzék magukat, és örömmel térjenek haza otthonaikban. És hát azért nagyon ö, együtt haladtok a korral is, itt a a sarokban ide támasztva már láthatunk valamit a XXI. századból. Itt meg is mutatjuk az operatőrnek, mielőtt elbúcsúzunk, hogy hát itt a ki egy hely halad a korral, úgyhogy a fiataloknak is kedvére tesz azzal, hogy keretbe lehet foglalni a látogatást. Úgyhogy bátran javasoljuk, ha valakit jár egy helyen, akkor jöjjön el ide a kegytárgyboltba is. Köszönjük szépen! Csütörtöktől vasárnapi vagyunk nyitva, illetve hétfőket szerdán, hogyha csoportba jelentkezik, akkor is nyitva van a Kegytárgybolt. Reggel 9-től 5 óráig várunk mindenkit, kegyhelyünk pedig este 7 óráig van nyitva. Köszönjük szépen, hogy velünk voltak itt a Kegytárgyboltban.